Megalakult az új hegyvidéki önkormányzat Kovács Gergely vezetésével, abszolút kutyapártos többséggel. A kerületnek ezentúl két alpolgármestere lesz, akik szintén letették az esküt. Az alakuló ülésen döntöttek a képviselők fizetésének megemeléséről is. A stúdióban Kovács Gergely. Polgármester úr! Sziasztok, jó estét! Jó estét! Hol a polgármesteri öltöny? A kocsiban. Azt hittem, ott lesz az interjú, de... Megpróbálhatjuk, legközelebb kijövünk. Ha jól olvastam a Facebookon, panasszal indította a polgármesteri működését. Mert ő már, ha jól sejtem, két napja volt polgármester, és semmit nem sikerült lopni. Igen. Azóta? Igen. Hát most már könnyebb, mert ugye benn vagyok egész nap a hivatal épületében, úgyhogy pár kockacukrot már el tudtam rakni. Ej. Az kezdetnek nem rossz, és aztán meglátjuk, hogyan tovább. Ez erős kezdésnek bizonyul minden esetre. Nem. Csütörtökön jött létre ugye az új hegyvidéki önkormányzat, így szól ez a mondás hivatalosan, ez a mai nap. Milyen volt ez a mai napod bent? Hát fura volt így máshol ülni, mint ahol eddig voltam, meg hogy nem én teszem fel a kérdéseket, nem nekem kell válaszolnom, de hát ez alapvetően ez egy formális dolog, tehát ez a alakuló ülés, ahol ugye nyilván megszavaztuk a fizetésemet, megszavaztuk a szabadságomat, és annyira el is fáradtam ezekben a határozatokban. Rögtön kivett a szabadságát? Hát ezt akkor meg kell szavazni, melyik napok a kötelező szabadság, és ettől a két előterjesztéstől tényleg nagyon kimerültem, úgyhogy most pihennem kell a következő előterjesztés. Pedig keményen indul ez a mai nap, mert ellentüntető várta. Volt egy, én bevallom, nem láttam a táblát a mai napig, vagy nem néztem még meg, hogy meséltek, hogy volt valami vicces táblája. Hát, ugye, ha a kutyapárttal szemben tüntet, akkor muszáj vicces táblát vinni, ez kétségtelen. Drogos turul, vagy valami? Valami ilyen volt, igen. Viszont, ha már turul, akkor van egy ennél sokkal keményebb helyzet. A hegyvidéki kereszténydemokraták szólaltak fel, és követelték, hogy viselkedjen másképp, és feltettek kérdéseket is, nem tudom, ezeket ismeri-e már ezeket a kérdéseket, hogy felhagyja a ideológiai harccal a nemzeti jelképek ellen. Például ezt kérdezték a helyi kereszténydemokraták Aszbej Trisztán által. Én mindig örülök, amikor valaki megszólal a KDNP-től, vagy épp akkor is örültem, amikor a 12. kerületi önkormányzat szinte ingyen irodát adott a KDNP-nek 5 évre, mert ilyenkor mindig kiderül, hogy létezik bizony ez a párt, és ugye erről komoly vita van azért a szakértők között is. Szerintem ezek elég erős érvek a KDNP létezése mellett. Próbáltam értelmezni ezeket a kérdéseket, picit furcsa volt, mert a turultól, hogy nagyon hamar odáig jutott a KDNP-s úriember, hogy egyház ellenesek vagyunk. Így. És akkor itt nehéz lett volna folytatni. Nem veszi támadás elő a hegyvidéki egyházakat és közösségeiket, tette fel a kérdést. Még nem gondoltam ilyenre, de hogyha a KDNP-t szeretne ilyet tőlünk, akkor leülhetünk egyeztetni, hogyha azt gondolja, hogy támadnunk én a hegyvidéki egyházakat. Én magamtól nem gondoltam ilyenre, de nyitott vagyok bármikor leülni a KDNP-vel, hogy mit tehetnénk a kerületi egyházak ellen, hogyha ők ezt valóban szeretnék, és pénzt is tudnak rá biztosítani. Viszont egy csomó mindent mutatott az elmúlt években a 12. kerületben, ami visszaélés gyanús, vagy olyan építési engedélyeket és olyan megkezdett építkezéseket, amelyek tönkreteszik a tájat és a környezetet. Ezekkel mit tud kezdeni? Ez egy komoly kérdés, tehát akkor most egy pillanatra vegyük komolyan mindketten. Hát elkezdjük a legegyszerűbbekkel. Vannak olyan önkormányzati tulajdonú lakóövezeti besorolású telkek, amik beerdősültek, és ezeket elkezdjük átminősíteni vagy közparkká, vagy erdővé, a gyakorlatban ez mind a kettő nem beépíthető területet jelent. Ezeket először a kerületben fogjuk megszavazni, és utána ezeket be kell vinnem a fővároshoz, és ott tudnak róla dönteni. A lombkoron a sétány, ami egy nagy kérdés, hogy vissza tudjuk-e bontani. Az egy betonmonstrum egyelőre. Igen, ez egy föld alatti lombkoron a sétány, ami nálunk épült, már hogy tényleg, tehát a fenti rész nem készült el, csak egy ilyen föld alatt. Ez a gyökérsétely. Ez nagyon jó ötlet, ezt gondoltuk is, hogy kicsit megnyitjuk, és ilyen üvegfalat építünk a betó helyett, és akkor a gyökereket lehet nézni. Kicsit drága volt mindehhez. Ez sajnos lehet, hogy be kell fejeznünk, ugye erre van egy támogatói okirat és egy fenntartási kötelezettség. Mindenesetre maga a lombkorona sétány nem fog semmiképpen sem megépülni, hanem csak ez a lenti épületet maximum befejezzük. A fővárosról, hogyha tudunk váltani pár szót, ugye az már nem titok, hogy valóban volt Magyar Péterrel és Vitézi Dáviddal egy egyeztetése. Egy darabig ez vagy volt, vagy nem volt alapon működött a politikai közbeszédben. Magyar Péter azt mondta, hogy igen, így volt. Nem látszik a megegyezés, miközben hát itt vagyunk a közgyűlés előtt. Hogyan lesz a fővárosi együttműködés? Lesz-e egyáltalán valamilyen együttműködés a pártok között?
Hát valami biztos lesz, mert azért az lenne a cél, hogy ne Sáraboltont irányítsa a főváros, végül is nem rászavaztak, de... Ugye, hogyha működésképtelen a főváros, akkor már biztosra árul. Igen. Hát ugye itt a legnagyobb kérdés az egészben nekem a mai napig az, hogy a Tisza párt végül is miért indult el a fővárosi választáson. Mert hogy mai napig nem látni, hogy ők bármilyen formában szeretnék ezt a várost irányítani, és az úgy nagyon nehéz, hogyha a győztes, a legnagyobb frakció nem szeretne ebben részt venni. Értem én, hogy valószínűleg a következő másfél év nem feltétlenül lesz egy diadalmenet a fővárosban, mert nem szokott az lenni a jelen kormány alatt és a jelenlegi anyagi helyzetében. De én azt gondolom, hogy nekik tényleg ebben érdemben kéne felelősséget vállalniuk, mint ahogy azt is gondolom, hogy szerintem a főpolgármesternek is meg kéne adni azt a lehetőséget, hogy ő szintén javasolhasson főpolgármester helyettes. Tehát szerintem mind a Tiszának, mind a főpolgármesternek kéne. Azt el tudja képzelni, hogy Karácsony Gergely végül mégiscsak javasol főpolgármester helyettes, hogy a Kis Ambrushoz ragaszkodna ő, és önök megszavazzák? Mi megszavazzuk akkor is, hogyha a Tisza javasol, és akkor is, hogyha Karácsony Gergely. És egyébként azért fur egy kicsit, amiket Magyar Péter mond el a dologról, mert ő ezt úgy próbálja beállítani, mintha a pozíciókért marakodás és osztoskodás zajlana. Ennek tökéletesen az ellentéte az igaz. Itt most nem az a baj, hogy mindenki 26 pozíciót akar magának, hanem éppen, hogy gyakorlatilag nem nagyon akarnak részt venni. A Fidesz is közölte, hogy nem? Tehát itt most az a gond, tehát nem az, hogy marakodunk, azért könyörgünk, hogy valaki jelöljön egyáltalán főpolgármester helyettest. Tehát teljesen más a helyzet, és egyébként azt meg különösen szerencsétlennek tartom, hogy a Magyar Péter valamiért abban az emberben találta meg jelenleg a leggyakrabban hangoztatott ellenségét, aki az én tudásom szerint mondjuk az elmúlt 10 évben a legtöbbet tette a korrupció ellen Magyarországon, és őt egyébként Tordai Csabának hívják. Ennek a végső értelmét nem látom. Hát most a legutóbbi vitája Hatházi Ákossal alakult ki, aki szintén elég jelentős harcosa ennek a küzdelemnek. Igen, hát ő szeret úgy tűnik Magyar Péter küzdeni mindenki ellen, úgy látjuk. Jó, de akkor a válasz még mindig nem világos, hogy hogyan lesz ez holnap a fővárosi közgyűlésben. Ön hogy képzeli, hogy látja? Hát mi lesz holnap ebből? Nem szerepel az előterjesztések között ugye egyelőre. Hát Karácsony Gergelytől visszalépett, igen. Igen, én azt tudom mondani, hogy mi akkor is támogatni, tehát mi támogatni fogjuk Karácsony Gergőnek is, és a Tiszának is, hogyha lesz főpolgármester helyettes jelöltje, ha csak nem valami nagyon kirívóan problémás ember, de az eddig elhangzott nevek nekem beleférnek. A Tisza nem jelöl, de Vitézi Dávidhoz mégis ragaszkodna. Ön is így tudja? Hát most nem tudom, szerintem ezt értik az emberek, tehát most a Magyar Péterék ugye úgymond így próbálják a felelősség alól kihúzni magukat, hogy a Vitézi Dávid végül is belefér nekik, de nem vállalják fel szemlátomást ugye ezt nyíltan, tehát nem áll oda, vagy mondja, javíts ki a tévedek, szerintem nem áll ki Magyar Péter, hogy én Vitézi Dávidot szeretném főpolgármester helyettesnek. Nyilván azért nem teszi, mert pár hónappal ezelőtt még fideszezte a Dávidot. Úgyhogy vagy fideszezni nem kellett volna, vagy pedig akkor fel kéne vállalni, hogy valóban támogatják őket. Hajrá! Egy mondat erejét érünk vissza a 12. kerületre, végül is ott lett a mai naptól polgármester, hát elsőjétől, de hivatalosan persze most vette át. Szóval mi lesz az első, amit látnak a 12. kerületiek, hogy ez egy másik önkormányzat, mint ami eddig volt? Miből fogják tudni? Hát remélem nem az, hogy ingyenes lesz a parkolás az első fél évben, tehát ezeket szeretnénk megoldani. Már lehet, hogy ezt pozitívnak értékelni. Igen, hát az elsők azért nem nagyon nem fognak látszódni, mert azért ezek az jogalkotás és rendeletmódosítások, tehát át kell alakítanunk azt, hogy hogyan állt eddig az ingatlan vagyonához az önkormányzat, hogyan állt a közbeszerzésekhez, ezeket normálisan kell kiírni, illetve egyébként mi úgy tervezzük, hogy azt hiszem, hogy nagyjából 1 milliárd forint értékben kellett volna eladni ingatlant az idén, mi ezeket a sorokat lenulláztuk, és valószínűleg így is pluszos lesz az év végén a költségvetés. És hát amit legelőször nyilván látni fognak, azok a rendezvények, tehát hogy mondjuk a szociális munkanapján esetleg nem, vagy hát nem ilyen esküvőn fellépő zenekarok lesznek, hanem mondjuk Erdős Virág és hasonlók. Kovács Gergelyt köszönöm szépen. Köszönöm én is.